Egy jászladányi dohánybolti betörésről érkezett bejelentés a rendőrségre. A sértett elmondta, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen befeszítette a bolt ajtaját, bement az üzletbe, ahol több italt elfogyasztott, majd további öt üveg szeszes italt magával vitt. A rendőrök a kamerafelvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akiről megállapították, hogy több bűncselekménnyel is összefüggésbe hozható. A 24 éves helyi lakost előállították és kihallgatták. A megalapozott gyanú szerint a jászladányi férfi a dohánybolti betörést követően pár órával egy helyi zöldségesbe is bement, majd elvitte a boltban talált váltópénzt. Az azt megelőző éjszaka pedig a település autómosójában a porszívónál kialakított pénzkazettát feszítette ki, és a benne talált 5000 forintot magával vitte. Alig négy óra elteltével a férfi újra megjelent a mosónál, és egy másik pénzkazettából 50 ezer forintot zsákmányolt. A nyomozók a férfit őrizetbe vették, és gyorsított eljárásban kezdeményezik a bíróság állítását.